uraim, engedjék meg, hogy fölkonferáljam a 10. MySectalk beszélgető társait. Először is Bencsár Boldizsár, a Krízis Labor vírus kutatója. Nem tudom, igen, nagy tapsot kérünk szépen. Keleti Artúr, akit szerintem nagyon nem kell bemutatni, az ITBN alapítója, az Önkéntes Kibervédelmi Összefogás elnöke, nem akarlak megsérteni ezzel a titulussal, de te vagy az. Tapsot, köszönjük. És Magosányi Árpád, alias Mag, IT Anarchistaként van fölírva, szerintem nagyon sokan ismerik a múltból, egyben nagy visszatérés a magyar konferenciákra. Taps, köszönjük. És még a székek is megérkeztek, úgyhogy fáradjatok be, és szuper, köszönöm szépen. Kálmán, ott vagy? Nincsen beköszönő videó? Semmi? Nincsen? Á, nem húzzuk az időt. Jól van. Szóval, azt hiszem, hogy ezt a tracket lezárva egy nagyon jó beszélgetés következik most adatszivárgásról, adatlopásról. Ugye az urak azt gondolom, hogy mély ismerői ennek a témának. És rögtön arra szeretnék titeket megkérni, hogy egy picit így definiáljunk. Hát szerintetek mi az, hogy adatszivárgás, mi az, hogy adatlopás, mi a különbség, mi a hasonlóság, miről beszélünk egyáltalán? Szerintem az adatszivárgás az gyakorlatilag bármi lehet. Tehát én így foglalnám össze, legalábbis ahogy én az elmúlt időszakban tapasztaltam, ez lett a helyzet. Ugyanis amikor beszélgetünk különböző szervezetekkel, meg beszélgetünk erről a témáról a szakmában, szerintem itt többetekkel már voltak ilyen beszélgetéseink, akkor általában úgy kezdődik mindig a probléma, hogy tök jó lenne, ha tudnánk, hogy mi is az az adat, meg hol van, meg ki a gazdája. És ha már ezeket mind tudnánk, akkor lehet, hogy arra is rájönnénk, hogy ha szivárog, akkor miért szivárog, meg hol szivárog, meg hogyan. Nem tudom, hogy láttátok-e, ide kapcsolódik, a Snowden-nel csinált a James Oliver egy nagyon jó interjút, mindenkinek ajánlom, meg lehet találni az interneten. Ez a talk show host egyébként egy Amerikában élő angliai csávó, tehát angol humorral beszél az amerikaiakról, ami szerintem magában is érdekes, és tudott csinálni egy interjút az Edward Snowdennel, ami most nem túl gyakori, elutazott Moszkvába, nem tudom ez mennyibe került, és akkor utána csinált vele egy interjút. És nagyon érdekes volt, kirakta elé, az Edward Snowden elé a laptopját, és lejátszott egy videót arról, hogy az emberek hogy vélekednek Edward Snowdenről Amerikában. És ott azt mondták az emberek a videón, akiket megkérdeztek, hogy először is nem tudják ki az Edward Snowden, ugye? Ez egy elég nehéz dolog itt szembesülni hősként, tehát ilyen digitális hősként ezzel a problémával. Másrésztről pedig azt mondták, hogy őket tulajdonképpen, amit te is mondasz, igazából nem nagyon érdekli, hogy valaki ránéz az adataira, mert nem foglalkoztatja őket. És akkor azt mondta nekik a James Oliver, illetve aki kérdezte őket az utcán, hogy de azt tudják-e, hogy ugyanígy azok között az adatok között ott vannak az ő meztelen fényképeik is. Na ez viszont már érdekelte őket, ami gyakorlatilag ugyanaz, tehát ezt tudjuk, csak innentől kezdve viszont már mindenkit érdekelt. És úgy kérdezte végig, érdemes megnézni az interjút, a Snowdent, hogy ne azt mondja, hogy melyik helyről honnan szivárog az adat, meg melyik titkosszolgálat mit néz meg, hanem hogy látszik-e a fotón, vagy nem látszik. Ha látszik, akkor érdekes a rendszer. Ha nem látszik, akkor senkit nem fog érdekelni az emberek közül. Tehát valószínűleg az emberek inkább így állnak hozzá. Tehát mi, akik ezzel foglalkozunk, mi máshogy tekintünk az adatra, meg az információra, mint az átlagember. Jajjaj, most nem tudom, kihez intézem a kérdést, de így fölmerül bennem. Tehát, hogy de egyébként miért csinálunk magunkról ennyi adatot, információt, meztelen képet? Tehát így... Miért csinálunk? Hajaj. Hát nem tudom, én ezzel úgy vagyok, hogy meztelen kép van rólam, valami, nem tudom, 2 éves lehettem, és nem zavar, ha kikerül, illetve nyilván, amit kiteszek az internetre, akármilyen módon, tehát egy e-mailt írok, meggondolom 3-szor, hogy akkor az úgy megy. És innentől kezdve, ami kiderül, tehát azok kim vannak, azokkal úgy számolok, hogy kim vannak, és nem érdekel, hogyha valaki megtudja. Mert egy nagyon tudatos felhasználó vagy, de ugye most volt éppen tegnapi hír, hogy 2 17 éves gyerek került be szexuális bűnözőként nyilvántartásba, mert pedofil képeket találtak a telefonjaikon, lefényképezték egymást, egy fiú meg egy lány. No. Én nagyon utálom, amikor előadók mindig a közönséghez fordulnak, de én most ugyan mi beszélgetünk, de azt szeretném kérni, hogy tegye fel a kezét, akiről, és lesz egy kontrakérdés is természetesen, akiről van meztelen kép valamilyen digitális formátumban elmentve. Jó, feltette a kezét 5 ember, nem mondjuk meg, hogy kik azok. Ki az, akiről nincs felmentve? Van fent 40 kéz. Most akkor felteszem még egyszer ugyanezt a kérdést, de úgy, hogy most előre elmondom, hogy 3 lehetőség lesz. Az egyik az, hogy van róla, a második, hogy nincs róla, és a harmadik az, hogy nem mondja meg. Tehát ki az, akiről van? Megint csak 5 ember. Ki az, akiről nincs? Körülbelül ugyanannyi, mint az előbb, hogy még lehet, hogy igazat is mondtak ezek az emberek. És ki az, aki nem mondja meg? Senki. Na hát ez meglepő eredmény, nem számítottam semmire, de gondoltam, ez egy kicsit azért provokatívabb dolog lesz, hogy mégis nézzünk magunkba, nem olyan egyszerű eldönteni, de valószínűleg mi azért sokkal kevesebbet fotózzuk magunkat, mint azok, akiktől ellopják az adatokat, és nem véletlenül mondjuk az egy ilyen celeb allűr is lehet természetesen, hogy most ők saját magukat fotózzák, ennek is megvan az oka nyilvánvalóan, de igazad van, tehát ki az, akiről egyáltalán van, annak kell félnie. Most csak egy mondat, hogy ha már ilyen celebeket szóba hoztál, nem fogom megnevezni, hogy kicsoda, de van olyan tévés személyiség, műsorvezető, akivel beszélgettem így interjú során, és egyszerűen nem voltam képes túljutni azon a pajzsán, hogy őt nem érdekli, hogy róla hol milyen kép van. És egy idő után megfejtettük, hogy azért nem érdekli, vagy én rájöttem, mert ő egy olyan celeb, egy olyan közszereplő, hogy ő eleve föl van arra készülve, hogy róla bármilyen helyzetbe készülhet bármi. Tehát valószínűleg azok az emberek, akik eleve így élik az életüket, nehezen tudják megítélni, hogy milyen lehet annak az embernek az élete, ami pont az ellenkezőjét akarja. Mondjuk akar magának magánéletet, például privacy-t. Szóval, akkor miért is szivárognak az adatok? Tehát azt már látjuk, hogy miért csinálnak az emberek magukról képet. De azok alapján, ami az irányba elvitétek itt a beszélgetést, sokkal inkább úgy tűnik, hogy nekem sokkal rossz, sokkal inkább kell félni a feleségemtől, akinek hozzáférés van adott esetben a telefonomhoz és a számítógéphez. Nincs. Egyébként. De megvan ugye az MI5-os főnök, ugye, aki azért nem lett az, mert a felesége fölpakolta róla a képeket a netre. Pedig én azt hallom mindig a szaksajtónak, a csúnya, rossz, kínai, meg orosz, meg amerikai, meg mit tudom én milyen hackerek, akik majd jó meghákolják, meghágják a rendszerünket, és majd mindent kitesznek, és akkor tulajdonképpen kik is a szereplők, kik is az aktorok, mik is a motivációk mondjuk egy adatszivárogtatásnál, egy adatlopásnál? Próbáljuk meg valahogy így beállítani valami rendszerbe, hogy kikről beszélünk és milyen motivációkkal, segítsetek ebben, Léci. Én most csak azért sem fogok válaszolni, viszont van azért még egy szempont, hogy beszélgettünk arról, hogy privacy meg az embernek a saját adata, az egyfajta adatszivárogtatás, és nyilván van a másik dolog, amikor a cégnek, szervezetnek az adatait, amit adott esetben a cégnek a működéshez gyűjteni kell, viszont kötelessége megvédeni, azokat lopják el, és ez szerintem két teljesen különböző dolog, mert amikor a privacyről beszélünk, akkor tényleg a feleséged az, akitől legjobban félni kell. A másik esetben viszont adott esetben a ideges ügyfelek, meg a állam, aki a fejedre koppint azért, mert elvesztetted az adatot. Mondtam, hogy nem fogok válaszolni. Én sem fogok teljesen válaszolni, hiszen teljes kategóriarendszert felállítani, ez hosszas idő, és akkor már szlájdokkal kellett volna készülni. Nyilvánvalóan különböző a motivációja mindenkinek. Tehát a hacktivistáknak csak azért ellopom az adatot, kirakom, hogy mert mérges voltam rá. Az Anonymousnak még rosszabb a módszere. Próbáljunk meg valahonnan ellopni adatot, sikerült, akkor találjunk indokot, hogy miért loptuk el onnan. Tehát utólag belemagyarázzuk a dolgokat. Természetesen lehet egy mérges ügyfél. Itt az Ashley Madison ügyben simán lehet, hogy valaki valamiért felmérgelődött, és azért csinálta a lopást, ezért szivárogtatja ki a dolgokat. Ugye simán lehet egy szivárogtatásnak az oka a konkurencia lejárítása. Ez akár ugye állami szinten is működhet. Tehát például, hogyha én megszellőztetem, hogy az egyik speciális autómban speciális szoftver, speciális módon működik, és ezért a környezetszennyezési normákat nem úgy tartja be, ahogy be kell tartania, akkor ezzel akár $milliárd kárt is okozhatna valaki egy másik cégnek, hogyha ez lenne a felállás. Tehát nem tudhatjuk, hogy... Milyen jó, hogy ez nem egy életből vett példa. Persze, tehát ez csak úgy ötleteltem, és akkor jutott eszembe ez a dolog. Tehát ott már egy konkurenciáról van szó. Sok szivárogtatás, szivárgás, akármi elképzelhető, hogy maga a szivárgás az nem is direkt volt. Tehát egy egyszerű hiba folytán kerül fel, és az még addig, amíg nem lopják el és használják fel a dolgot, nem is biztos, hogy okoz gondot. Én is kerültem be olyan helyzetre, hogy megtaláltam egy valamilyen intézménynek a költségvetését, benne az összes dolgozónak a lakhelyével és születési idejével és nevével és ilyesmi adatok, és szóltam, hogy hát ezt le kéne venni. Rögtön le is vették, értették, hogy mi a probléma, hogy került fel. Ja, csak ezt feldobom gyorsan, majd amikor megtörtént a közgyűlés, az akármi, majd utána leszedem, és úgyse találja meg senki, kivéve a Google, ami beindexeli. Szóval, hogy rendkívül sokrétű lehet ez a dolog, lehet, hogy hekkelés is kell hozzá, mert rossz nem rédett rendszer, mondjuk egy kórház, aki nem ezzel foglalkozik igazából főállásban, inkább gyógyítani próbál, ezzel megcsinálja a rendszerét, de bárkinek az adata hozzáférhető, mert csak át kell írni ID=1-ről 2-re, és már nem az én adataim jönnek fel. Szóval egymillió dolog lehet. Ami fontosabb inkább az, hogy miért kérdezzük meg azt, hogy ki és miért szivárogtat. Azért, mert a stratégia, a védelmi stratégia mindig egy támadó modellre épít. Tehát amíg nincsen támadó modellünk, akkor nem tudunk igazán kidolgozni egy védelmi stratégiát. És ez a támadó modell, ez árhat bármiből. A mi laborunk esetében ugye a tipikus egyszerű támadási modell, nem adatszivárgásra, hanem általában, hogy azért kell megvédenünk a labort, mert a gonosz diákok jönnek, és ők majd feltörik a rendszert, amiben a jegyeket kezeljük, és jobb jegyet akarnak. Ez a támadó modell. Megvan a motiváció, hogy milyen emberre számítok, ebből következtethetek, hogy milyen eszközöket fog használni, és abból kitalálhatom, hogy mit kell csinálnom. Egy szabályzatot, kirúgatni az összes diákot, aki megpróbálja ezt a dolgot, és megcsinálni úgy a rendszert, hogy lehetőleg ez ellen védettebb legyen, nem odarakni a jegyeket, ahol a többi diák hozzáfér, hanem egy különálló rendszerbe, és a többi, és a többi. Tehát ebből vannak következtetések. Egy baj van, hogyha ez a támadó modellem a mi esetünkben megváltozik, és azt mondom, hogy zéródélyeket használó állami dotált titkosszolgálattól kell megvédenem ezentúl a laboromat, na akkor nem tudom, hogy mit tegyek, mert arra nem vagyok felkészülve. Csak azt akartam kérdezni, hogy nálatok, hogy ha a diák be tud jutni a rendszerbe, és meg tudja változtatni a jegyét, akkor megérdemli a jobb jegyet, nem? Egyébként ezzel így voltunk, hogy végül is nekem tök mindegy, hogy milyen jegye van, mert nem fogja befolyásolni alapvetően a költségvetésemet sem, meg és a többi, és hogyha tényleg annyira okos volt, akkor tegye meg, csak kellemetlen, hogyha mondjuk onnan nem átírja egyet, hanem kiszedi az összes diáknak a jegyét, és kirakja a webre. Tehát azért még nálunk is járt olyan diák, aki azóta híres énekes lett, vagy hasonló, mert úgy döntött, hogy mégsem műszaki informatika érdekli alapvetően, és mondjuk az ő jegyét, adatait azért nem kéne kiszivárogtatni. De egyébként ez szivárog, tehát a legjobb mintapéldája, hogy ugye már 10 éve minden diáknak van egy úgynevezett Neptun kódja. Azt csak az idősebbeknek mondom, akik nem tudják ezt a dolgot. És a Neptun kód az a névhez van rendelve, meg valamilyen algoritmussal keletkezik a születési dátumból és a többi, de hivatalosan nekünk a weboldalra úgy kéne kiraknunk egy jegyet, hogy Neptun kód jegy. De lehetőleg nem ABC sorrendben, mert ha valaki tudja a diákjaink valódi nevét, és azt szerint van ABC sorrendben, akkor megfeleltetheti, ráadásul megtudja az összerendelést is a Neptun kód és a név között. Mindig van olyan tanár, aki kirakja, hogy Neptun kód név és a jegy. És innentől kezdve a Neptun kódból visszakövetkeztethető a név. Ha megvan a név, akkor meg valószínűleg tudjuk, hogy ha ez egy híres zenésznek a neve, és nem Kis Istvánnak hívják, akkor van esélye, hogy így az ütközést is pikpak megtaláljuk, és pontosan tudható, hogy ő milyen jegyeket kapott, ami nem biztos, hogy egy nyilvános adat. Tudom, ez egy hülye példa, mert tök lényegtelenek a jegyek, de akkor is rámutat arra, hogy milyen nehéz kérdéskör ez, és még magunknál is probléma van. Én is mondanék egy példát. Ez a példa meg arra jellemző, amikor mi, biztonsági szakemberek, vagy adatvédelemben érintett emberek, hozunk egy intézkedést, majd ennek a való életben, ahol nem biztos, hogy ott vagyunk fizikailag az adott esemény mellett, meg megvan a hátránya. Például azt néhányan tudják rólam, hogy orvoscsaládból származom, édesapám sebész, és ő például egyik nap azzal jött haza, hogy de figyelj Artúr, én értem azt, hogy ti nagyon vigyáztok ezekre az adatokra, de amióta ez van, azóta nem lehet a lázlapra kiírni semmit, illetve nem lehet kitenni az illetőnek az ágyára. Tehát amikor elmegy, jön a vizit, ugye azért nehogy véletlenül aki megtudja, hogy a másikat hogy hívják, meg milyen betegségei vannak. Úgy néz ki a vizit, hogy oda mennek az emberek, odaállnak az illetőnek az ágya köré, és akkor megpróbálják megbeszélni, hogy mi történt. De nem tudják, mert nincsen ott a lázlap, ugye, ami adatvédelmi szempontból nem szabad. Tehát mi már biztos boldogak vagyunk, csak ők nem, mert nem tudnak dolgozni. Na, de nem gond, nyilván akkor erre azt mondjátok, hogy persze, akkor kell legyen egy olyan folyamat, hogy akkor a lázlapot azt valahol meg lehet találni. Igen, van egy ilyen folyamat, csak épp a kulcs nincs ott, meg a micike most nem tudta kihozni, nem tudom honnan, még nem tudta odaadni, és ott áll egy csomó értelmes koponya, akik szeretnék azt az embert meggyógyítani, aki ott szenved, és nem tudják megoldani, mert nem találják sehol se azt a nyomorult lázlapot. Tehát azt gondolom, hogy van azért nyilvánvalóan egy másik oldala is ennek a történetnek, hogyha nagyon fölnyomjuk a biztonságot valamiben, és megfelelünk a törvényeknek, akkor meg már nem lesz használható. Tehát, hogy valahol el kell találni ezt az arányt, és azt hiszem, hogy az adatszivárgási kérdéseknek nagyon gyakran pont ez a ez a gyakran nagyon nehezen vagy feloldhatatlan ellentét a megakadályozója. Tehát ez a tegyen be a kontrollokat, hozzam meg a szabályokat, 1G mellett olajozott jégen vákuumban működik, de amikor ott vagyunk konkrétan a helyszínen, és ott, akkor meg nem fog működni. Ezért vagy kikapcsolják, vagy eltörlik, vagy rosszul érzik magukat tőle. De várjál, múltkor járt nálam egy szélsz, és azt mondta, hogy megveszem azt a szoftvert, és akkor az összes adatszivárgást megállítja. Ez nincs úgy. Akkor az megoldja, persze. Na erre már egy kicsit még visszatérünk a tuti dobozokra, viszont próbáljuk meg eljátszani azt, hogy mondjuk Artúr, vedd fel a magánszemély sapkádat, Mag, te vegyed föl mondjuk a nagyvállalati biztonsági sapkádat. Hát nem tudom. Gondolod, akkor milyen sapka állna jól neked, mondjuk a kormányzati sapkádat. Képzeld magad bele nagyon. Még 10-es skálán azt mondom, hogy a rátok vonatkozó adatok úgy kim vannak a neten, úgy mesztelen képek, ügyféladatok, mit tudom én, költségvetési adatok, fogalmam sincsen. Menj egy 10-es skálán. Szerintetek ma Magyarországon egy magánembernek, egy vállalatnak, egy kormányzati szervnek mennyire fáj az adatszivárgás? Magánemberként. Te egy magánember vagy, és róla mindenféle adatok kint vannak. Mennyire fáj ez neked? Én megszoktam, hogy mindig mások szólalna meg először, nem a magánember. De próbálom visszanyerni a civil kurázsit. Hát én... Jó, 1-től 10-es skálán, de tudod, hogy ilyen, nem tudom így, hogy 5. 1-től 5. Legyen 1-től 5, úgy könnyebb. Ja, értem. Jó, nem. Picit nagyon egyáltalán nem közel. Jó, oké, értem. Na, tehát, hogy az az igazság, hogy én szerintem az átlag állampolgár az nem adna osztályzatot, hanem azt mondaná, hogy miért van ilyen. Tehát szerintem így visszakérdezne, hogy ő ilyet nem tud. De őt biztos, hogy tehát zavarná, ha lenne ilyen, de ő neki ilyen nincsen. Ó, hát mennyiszor vagyok. Hát de föltörték a Facebookomat. De neki még nem. Vagy nekem. Tehát nekem még nem törték be a Facebookomat, ergo szerintem ez velem nem fog bekövetkezni. Hát tudod, ez egy ilyen tipikus példa. Hát én szegény nagyapám mondta mindig azt, amikor látta kiírva valahol, hogy vigyázz a tetőn dolgoznak, mindig azt mondta, hogy vigyázzanak ők. És így átsétál. Tehát, hogy az átlagember az így gondolkodik erről az egész kérdésről, hogy ő vele nyilván ez nem fog bekövetkezni, az átlagember nem lesz sohasem beteg, mindig más lesz beteg, még mindig másnak törik fel a Facebook accountját. Az igaz, hogyha nekem már feltörték volna, most visszaülök az átlagemberbe, akkor zavarna. És azok az emberek, akikkel már bekövetkezett, azokat zavarja is. Azok a 10-es skálán 10, ez a tapasztalatom. Köszönöm. A nagyvállalatnál megkülönböztetnék kétféle szereplőt. Az egyik a vezető. A vezetőt igazából egészen addig nem zavarja, amíg nem történik az, hogy kiderül, és utána vagy az ügyfél panaszkodik, vagy az eladások esnek vissza, vagy az állam valamilyen bírságot ró ki rá, bár általában az utóbbi az annyira nem szokta zavarni, hogy kifizetés kész. Mondjuk most az eltörvénnyel talán már ez a helyzet egy kicsit változik. A másik sapka, a vállalatnak az IT biztonságisa, az pedig rettenetesen örül. Mert tudja azt mondani, hogy gyerekek, én ezt megmondtam, és utána pedig, ha egy kicsit ügyes, akkor lesz pénzparipa fegyver arra, hogy végre rendbe tegye azt a dolgot. Közben Boldinak sikerült kicsit pontosítanom, tehát kormányzati szerv vagy, és 18:32 perckor az esti híradóban 5 percen keresztül foglalkoznak veled, majd a parlamentben interpellálnak is az adatszivárgás miatt. Hát ez kellemetlen, de akkor is csak egy 4-5-re tenném valószínűleg a probléma súlyát. Most egy kormányzat az rendkívül komplex és összetett, és így a kérdést értelmezni is nehéz. Tehát, hogy egy önkormányzattól lopnak adatot, egy minisztériumtól lopnak adatot, és a rendőrségtől, a katonaságtól lopnak adatot. Ezek ugye különböző szintűek, és van, amihez értünk, és azt 10-esnek érezzük. Tehát, hogy a katonai terveinket ne szivárogtassuk ki, és mondjuk ne legyen ott a háttérben egy tévéképernyő mögött, hogy hol állomásoznak. Ez az a baj, hogy mindig fiktív példákat hozol. Tehát, van egy másik ilyen, tehát volt egyszer, hogy elképzeltem, hogy van egy polgármester, és azt mondja, hogy van itt egy jelentés az egészségügyi helyzetről, és pánikot okozna, hogyha kiadnánk, ezért ki se adjuk ezeket az információkat, tartsuk vissza, holott elvileg ez egy ilyen nyilvános információ. Még szerencsé, hogy ilyen a Ferencvárosban nem történhet meg, itt a környékünkön. Szóval nehéz megmondani, de ami szerintem érdekesebb, hogy ezt mindenki alulbecsli. Tehát, hogyha én ezt így értékelni kezdeném, hogy kellemetlen dolog, hogy egy törvény előterjesztésre kiderült, és abban kiderítették azt, hogy ez nem is azért van ez a törvény, amit mondtunk, hanem másért van. Ez kellemetlen, két nap alatt megoldható probléma. Kellemetlen, hogyha kiderül, hogy én korruptan loptam, csaltam, hazudtam, de valójában ez már nem az adatszivárgás témaköre, hanem az, hogy kiderül az igazság, és a korrupciót azért meg kéne szüntetni, azért valljuk be, hogyha van ilyen. A következő lehetőség viszont, hogy ha viszont mondjuk egy konkurens ország, vagy egy hatalom ellopja a titkainkat, de nem az érdekli őt, hogy most én milyen kórházban kezeltetem magam, hanem tudni fogja, hogy mik a stratégiai célja ennek az országnak, miben erős, milyen cégeink vannak, akik erősek. Hát reméljük azért még van valami, lehet, hogy mit tervezünk az adórendszerrel, vagy bármit. És ők kompetitív előnyre tesznek szert azzal, hogy az ő saját országukban más adórendszert csinálnak, más szabályozást, vagy bármit. Észre se fogjuk venni, hogy hány száz vagy ezermilliárdos kár éri az országot gazdaságilag, egyszerűen azért, mert ez az adat kiszivárgott. És ezt nem tudjuk se értékelni, se azt bebizonyítani, hogy ilyen történt, és nem tudjuk az összeget sem mondani igazából semmit. Tehát ezért szerintem azért 10-est kellene mondani, de mindenki maximum 5-öset mondana, mert hogyha ezzel nem számolunk, mert azt mondjuk, hogy ez tényleg ez nem történt meg, Facebook, mással megtörténhet, kínaiak biztos lopják az amerikai technológiát, de hogy magyar gyógyszertártól biztos nem lopott senki soha, vagy gyógyszergyártótól, szóval nincs rálátásom, nem tudom eldönteni, csak hogy félek, és hogyha én vagyok a kormányzatok, akkor én nagyon félek. Rendben, akkor vegyünk egy konkrét use case-t, félek, tanulságok. Ugye nagyon érdekelne az, hogy ugye, említetted az Ashley Madison ügyet, és az Ashley Madison ugye rengeteget foglalkoztak, mégis csak kikerült egy jó pár millió személyes adat, bankkártya számok, nevek, családok mentek tönkre, cég az folyamatban van, hogy tönkre menjen, stb. Tipikus, viszonylag friss, viszonylag nagy sajtóvisszhangot kapott adatszivárgás. Milyen tanulságokat lehetsz vajon ebből levonni? Milyen tanulságokat vont le szerintetek a sajtó, amit láttatok belőle? Vajon az érintettek milyen tanulságokat vonhattak le? És szakértőként, ezzel foglalkozó IT-sként milyen tanulságokat tudunk levonni ebből a dologból? Hát ezerfélét is sajnos ellentmondóakat. Tehát egyik dolog, hogyha engem is ott megtaláltak volna, akkor persze azt mondtam volna, hogy én érdekelt, hogy a biztonsága milyen ennek a rendszernek, azért regisztráltam kizárólag. Tehát, hogy mindig lehet ilyen fogódzót találni, és ez még adott esetben igaz is lehet. Tehát, hogy attól még, hogy ott van egy ilyen adat, az lehet hamis, és ebben ez az ügy ezt meg is mutatta, hogy bizonyos adatok nem voltak ellenőrizve. Tehát ki lehetett tölteni úgyis, és van benne egy rakát olyan nem fiktív e-mail cím is, ami úgymond kormányzati, de egyébként látszik rajta, hogy ez egy hamis e-mail cím, csak valaki kitöltött egy kamu címmel, nem használta. Tehát, hogyha ezt komolyan veszi valaki, hogy az ottani adatok alapján ő valamit lépnie kell, akkor az se biztos. Oké, hogy fel lehet használni ezt az információt ettől még, mert a többségi esetben ez egy valós információ, lehet, hogy ő tényleg rajta volt. Még akkor is mondhatja, hogy ő nem akarta megcsinálni a feleségét, csak érdekelte, meg beszélgetni akart hölgyekkel, mert miért ne. Legjobb egy meg nem nevezett magyar miniszter magyarázata volt, hogy ő, mint startupokkal foglalkozó tanácsadó, érdekelt az üzleti modell. És igaza is van, tehát, hogy... Abszolút. Na most, a másik oldalról viszont meg ugye jöttek ilyen hírek, hogy hú, majd felkerülnek a magyaroknak is a listái. Tehát, hogy ilyen kommentek a Facebook posztokon, hogy majd hamarosan látjuk, hogy kik voltak az érdekes magyarok, meg majd hamarosan látjuk a magyar jelszavakat is. És aztán utána vagy lett reakció, vagy nem, de láthatnánk azt, ez könnyű megszerezni ezt az adatbázist valószínűleg most is bárkinek torrenten keresztül, de ezt ne felejtsük el, hogy ezt az adatbázisnak a birtoklása az ugyanúgy a személyes adatoknak megsértése adott esetben. Tehát attól még, hogy valami kikerült az internetnek, kilíkelődött, azt még én ugyanúgy nem tölthetem le, és annak a kezelése ugyanúgy törvénysértő lenne. Tehát én, mint kutató se nagyon tölthetem le, hogy én azt mondjam, hogy igen, láttunk 30 magyar e-mail cím volt benne, és a jelszavak ilyen és olyan statisztikát mutattak. Azaz letölthetem, de ez egy nagyon szürke zóna, mert utána tényleg hozzám is jöhetnek. És itt megint egy olyan dolog van, hogy ha felhasználom és gonoszul felhasználom az lopott adatot, akkor gonosz vagyok, de ha kutatási céllal használnám, és azt mondanám, hogy tényleg jelszavakat, jobb jelszavakat kell emberek használni, akkor meg nem vagyok gonosz. Tehát, hogy vannak ilyen filozófiai konzekvenciái minden ilyen ügynek, nem ilyen piros-zöld az egész világ, hanem ennél sokkal komplexebb. És letöltötted? Nem tudom, ez nálam megint az ugye, hogy a személyes adatvédelem, hogyha én megcsalom a feleségemet, akkor neki mondom el először. Nincs is feleségem most már. Tehát ez ennyi. Hát nyilvánvaló persze, hogyha van egy cég, aki láthatóan érzékeny személyes adatokat fog kezelni, annak kutya kötelessége megvédeni. Azt hiszem, hogy erről nem is túl sokat kell beszélni. De mégse tette meg, bocsánat, úgy néz ki, mégse tette meg. Mint ahogy szerintem az összes többinek a 80%-a, vagy lehet, hogy több nem tesz eleget azért, hogy megvédje ezeket a személyes adatokat, mert ugye mondtam, hogy a cégvezetők hogyan gondolkoznak ezzel kapcsolatban. Addig, amíg nincs gáz, addig nincs gáz. És amikor meg gáz van, akkor meg már késő. Hát, sok minden eszembe jutott erről. Az egyik, elnézést kérek így a hölgyektől, de úgy tudom, hogy voltak hölgyek is. Tehát, hogy ez egy ilyen olvasztó tégely, hogy én nekem az a véleményem, hogyha az ember valamit csinál, akkor azt csinálja vagy jól, vagy sehogy. Tehát, hogyha már ezzel kezdett el foglalkozni, akkor ne dobáljon csak úgy oda mindenféle információkat bárkinek arról, hogy ő hogyan fog majd félrelépni, hanem akkor azt csinálja tisztességesen. Tehát akkor legalább azt csinálja tisztességesen, ha már mondjuk a házasságát nem tudta, vagy nem sikerült, vagy a kapcsolatait. Nem tudom, most csak azért mondtam, hogy férfi vagyok, és én mindig elnézést kérek. Tudod, hogy... Nem tudom. Na, tehát hogy az a lényeg, hogy ez az egyik gondolatom. A másik az az, hogy egy nagyon érdekes, tényleg furcsa szituáció, hogy hogyan próbálod megvédeni valakinek az adatát, amit igazából nem is feltétlenül akarsz tőle elkérni. Mert ugye egy ilyen helyzetben én, ha egy ilyen rendszert üzemeltetek, akkor azt mondom neki, hogy minél kevesebbet adjál nekem ebbe az adatból, engem ez nem érdekel, ez a te dolgod. Tehát valahogy csak össze kell hozni ezt az ügyet. Tehát azért mégiscsak kell onnan adat. Na és hogy hol van ez a potméter, amit tologatunk, hogy adjál többet, adjál kevesebbet, adjál többet, ezt nagyon nehéz meghatározni, és én azt gondolom, hogy ez elsősorban az emberekre kellene legyen bízva, hogy ő mennyit enged ebből betolni. És akkor itt visszabújok abba a magánemberbe, akit már ugye egyszer rámosztottál, hogy ma szerintem az átlagember nem tudja, hogy van ilyen potméter, és azt se tudja, hogy hova lehetne tolni. Tehát, hogy mondjuk ő nem adja meg az összes adatát, csak valamennyi adatát adja meg, viszont azt így vagy úgy tárolják. Szerintem amint egy 3 szónál hosszabb disclaimer megjelenik az ablakban arról, hogy ők és mit fognak kezdeni az adatot, azonnal tovább kattintja. Tehát nem ismeri a törvényt, nem tudja, hogy hogyan tudná megvédeni az adatát. Hát ebből az ügyből nekem az is lejött, hogy igen, aki ebben itt így regisztrált, majd nem védtek jól meg az adatát, az valamit valószínűleg szintén nem csinált jól, és ezt mutatják amúgy a kiszivárgott jelszavak is, ami, ha jól láttam, ott is talán a password volt 48 000 példányban, ha jól emlékszem, meg a 1, 2, 3, 4 az meg csak 40, nem tudom hány ezer példányban, tehát meg az Ashley Madison az volt ilyen 20 000-es. Tehát akkor miről beszélünk? Hogy védjem én meg a felhasználót, ha ő se tudja a saját lehetőségeit, és saját magát nem is akarja megvédeni? Na, térjünk át kicsit a műszaki megoldásokra. Újra visszaosztom ezeket a szerepeket. Tehát Boldi, te esetedben mondjuk te vagy a támadó orosz, nem tudom én, kormányzati csoport, aki szeretne egy itt megnevezett közép-kelet-európai állam titkos információhoz hozzájutni, milyen stratégiát, milyen eszközöket választanál. Maga a te esetedben ugye mondjuk, ha már az oroszoknál tartunk, egy nem tudom én, na jó, legyen amerikai hacktivista csoport vagy, aki ugye szeretne egy nagyvállalat információit megszerezni, közzétenni. Artúr, te pedig legyél a feleségem. Hát nem utasítom vissza közben, nagyon, nagyon megtisztelő. Nem? Ha nem zavar a korkülönbség, akkor... Szóval hogyan próbálsz hozzájutni ugye ezekhez egy párkapcsolatban, egy baráti kapcsolatban az adatokhoz? Milyen stratégiát használnál ahhoz, hogy megszerez adatokat, és mit csinálnál vele utána? Na, milyen sorrendet választatok? Ki szeretne először kezdeni? Én, mert szerintem a Boldi az nagyjából hasonlókat fog mondani. Tehát, meg ugye ezt ugye tudjuk, tanították az oviba, hogy akkor először körbenézünk és elkezdjük a social engineeringet. Megnézzük, hogy kik vannak ott, milyen emberek, hogy lehet velük lepacsizni, hogy lehet tőlük információt szerezni. Oda telefonálunk, mint teljesen más valaki, mint akik mi vagyunk, és akkor kiszedjük belőlük a jelszavokat, meg stb. Stb. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legegyszerűbb, leggyorsabb, leghatékonyabb, és nyilván, hogyha ez nem jön össze, akkor elővesszük azt az arzenát, amit ugye szintén tanítottak az oviban, és akkor megkeresünk a szervereiknek. De arra gyakorlatilag már alálag ritkán van szerintem egyáltalán szükség. És mit csinálsz? Sikerre jársz. Mit csinálsz utána azzal az adattal? Hacktivista vagy? Mit csinálsz utána vele? Mit akartam csinálni? Tehát, hogy kinek mentem neki, és miért? Tipikus, mondjuk a, nem tudom én, Occupy Wall Street, vagy valami hasonló mozgalom, Anonymous csoport vagyok, igazából semmi más célom nincsen, csak kellemetlen helyzetbe hozni a céget, vagy mi a célom? Tényleg, mi a célom? Mondjuk szidjátok itt össze-vissza az Anonymous-t, én azt gondolom azért, hogy egyrészt annyira amorf ez a szervezet, hogy nem lehet rámondani semmit, ami igaz lenne, mert annak az ellenkezője is igaz. Másrészt meg azért szerintem csináltak olyan dolgokat, amiben kb. Igazuk is volt. Tehát mit tudom én, amikor nekiestek a Szientológia Egyháznak, az szerintem teljesen rendben volt. Biztos? Hát én valószínűleg a Szientológia Egyház nem így gondolja, de ez egy másik dolog. Tehát, hogy nyilván ugye ilyenkor egy ilyen szervezetnek a legjobb, amit tenni tud, az, hogy vagy lejárat valakit, ez az ilyen alap, hogyha még esetleg sikerül olyan információkat megszerezni, ami miatt valamilyen bűncselekménnyel bevarják, az meg még jobb. Tehát, hogy alapvetően ez. Köszönöm. Hát a módszertan az bármi, tehát hogy szerzem meg az adatot, természetesen, ahogy ezt előbb is hallottuk, az bármit fel lehet használni. Malware támadás, exploitálás, social engineering és a többi. APT. Amit viszont inkább mondani szeretnék, hogy viszont mindenkit a gyengébb pontján támadnak meg. Tehát amint gondolkoztunk, tehát hogyha most a CrySyS laborba be szeretne törni valaki, természetesen csinálhat olyan hiper-szuper malvert, amit mi se fedezünk fel, mert hiába értünk valamihez, de annyira azért mi se értünk, és be tudnak jönni. De valószínűleg az árakhoz és az épülettervezéshez még kevésbé értünk, és a portásunkat se annyira tréningeljük a műegyetemen. Tehát nekik sokkal egyszerűbb egy ilyen fizikai jellegű támadást csinálni, vagy akár social engineeringet, amiben nem vagyunk képzettek. Tehát mindenkit a gyenge pontján fognak meg, emiatt nem is biztos, hogy az informatikai rendszer az, amit igazából támadni kell, mert elviszik a lázpapírokat úgy, ahogy van szekrényestül, azzal, hogy bementek, hogy akkor vinném az izéket, a főorvos úr mondta, és oda fogják adni nekik valószínűleg. Még segítenek is a pakolásban. Tehát, hogy ilyen szinten ezzel nincsen gond. És a másik oldalról viszont egy érdekeset mondanék, ami engem zavart már nagyon sok ilyen támadás esetében, hogy oké, meg kéne védeni magunkat, mindenféle hiper-szuper dolgon gondolkozunk, de amikor egy ilyen rendszert építek, Ashley Madison helyett mondhatok más példát is, ami egy ilyen portál, ilyen-olyan userek használják erre-arra, akkor miért nem lehet csinálni egy ellenőrző rutint, ami naponta leellenőrzi, hogy az egyik user a saját maga jelszavának belépése nélkül be tud-e lépni. Ha nem léped be, hozzáfér-e a saját titkos adatlapjához. Ha belépett, hozzá tud-e férni a másiknak a titkos adatlapjához, vagy a másiknak a leveléhez, képéhez, vagy a nem tudom mihez. Tehát az ilyen triviális hibákra, hogy jelszó nélkül beenged a rendszer, miért nincsen egy olyan ellenőrző cucc, ami naponta egyszer lefut, és leellenőrzi legalább ezeket a bagatell programozási hibákat. Mert csomó rendszerről vagy akár fejlesztésben, de mondjuk azt, hogy a fejlesztő is lehet hülye, tehát pont azért berakom ezeket a legalapvetőbb dolgokat, és annyi ilyen portál hiba volt, hogy a másik levelét lehetett látni, a másik fényképeit lehetett látni, kitörölt fényképeket lehetett látni, vagy bármi más gerjedelem került a rendszerbe. Egy ilyen ügyrendi mondat csak azoknak, akik esetleg már ott nagyon küzdenek az átsorgással, lehet, hogy még van hely a másik teremben. Lehet, hogy már onnan jöttök és nincs, csak átvetítve van ez a program a másik teremben. Tehát ott szembe arról beszélek, ami a túloldalon van. Most magánemberként, ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, nekem az a tapasztalatom, hogy például reggel hallottam ma még reggeli műsorban egy kb. egy órás beszélgetés csak arról szólt, hogy szabad-e nekem megnézni a másiknak a mobiltelefonját, amiközben az nincsen ott? És akkor ugye a beszélgető partnereknek a fele azt mondta, hogy szó se lehet róla, amit te is mondasz, hogy ez ilyen levéltitok, vagy ugye ez az én személyes. A másik meg azt mondta, hogy de hogy ne lehetne, ugye azért a feleségem vagy a férjem, hát mindent megosztunk egymással, miért ne nézhetné, meg kell vegye fel, azt nézze meg a... És tehát látszott, hogy mind a kettő mellett abszolút voltak használható érvek. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy ez hogy van, de mondjuk én azt gondolom, hogy tegye az a magánember a szívére a kezét, akinek mondjuk nem fordul meg soha a fejében, hogyha mondjuk azt látja, hogy a, a, a barátja vagy a férje minden nap este, mit tudom én, 11:50-kor ér haza, és rendszeresen konferenciákra jár, Kuala Lumpurba, és soha nem lehet látni, viszont mindenhova elkíséri az adminisztráció, akkor tulajdonképpen nem fordul meg a fejébe, hogy de jó lenne már belenézni abba a levél fiókba, hogy mi megy ott, vagy az SMS-ekbe, vagy nem tudom mivel. És nekem nyilvánvalóan én aktív ügyekről nincsen ilyen szempontból tudomásom, de azért beszélgetek egy-két olyan emberrel, akik ilyeneknek a közelébe vannak, mit tudom én, ügyvédek, vagy akik ilyen ügyek közelébe kerültek, és elég gyakori ez a probléma. Tehát az, hogy mondjuk házastársak vagy magánszemélyek egymáson próbálnak kémkedni, vagy megpróbálnak infókat megszerezni, és hát azt szerintem sajnos sokan tudják szintén, hogy vállás közeli helyzetben viszont kifejezett szó szerint az információ értékessé válik, bármilyen nehéz eset is. Ez van, és például, hogy említsek, az azóta bezárt IVIV-vel kapcsolatban például a jogászuk mesélte egyszer, hogy nekik egy többfős jogi csapatuk volt, aki semmi mással nem foglalkozott, csak azokkal az ügyekkel, hogy betelefonált hozzájuk valaki, hogy azonnal szedjék le azt a képet, amin Pistike is látható, meg az anyukája is, mert most zajlik a vállóper, és ehhez nincsen joga, és ügyvédi felszólítás, stb. Tehát én azt gondolom, rövidre fogva, hogy a magánemberekben igenis van egy ilyen jellegű tudatosság. Azt nem tudom, hogy ez hogy kapcsolódik össze a fejükben az informatikai eszközökkel, tehát hogy vajon az a telefon az feltörhető, nem törhető, beléphetek-e, nem léphetek be, mit olvashatok el, és abban továbbra is teljesen biztos vagyok, hogy halványlila gőzük nincsen arról, hogy törvények meg nem tudom micsodák mit rendelkeznek erről, amikor ezt csinálják a másikkal. Tartsátok még meg ezt a sapkát, ugye kicsit menjünk vissza a védelem oldalára. És ugye a kérdés az az, hogy sokat beszéltetek a humán tudatosságról, humán felkészültségről, de hát itt vagyunk egy rendezvényen, ahol mindenre lehet a megfelelő szoftvert és dobozt megkapni, ami megold mindent. Nagyjából a csúszkát adott esetekben, adott csúszkézekben hova tennétek a felkészültség és mondjuk a műszaki védelem közé, és miért pont oda? Először már előbb a bolti elkezdésen ezt akartam is folytatni, ezt a részt, ugye, hogy alapvetően, ha megnézzük akármelyik informatikai rendszert, akkor azt fogjuk látni, hogy ezek az adatlopások, tehát a betöréseknek nagyon nagy része az attól van, hogy technológiailag ez nem jó. És bizony be kell látni azt, hogy az informatika még ma is gyerekcipőben toporog. Tehát ugye amikor azt beszéltük, hogy akkor le kéne tesztelni azt, hogy egyáltalán a szoftver jól működik-e. A másik oldalról ott van, hogy ma már vannak, akik tudják azt, hogy egyáltalán az a szakma, hogy szoftverfejlesztő, az úgy kezdődik, hogy TDD és clean code. Csak az a baj, hogy ez szerintem a fejlesztőknek, mit tudom én, 2-3%-a használja aktívan. Amikor nekem az a saját személyes véleményem, hogy egy szakma, az attól lesz szakma, hogy vannak neki olyan szabályai, hogy ha azokat betartod, akkor nagyon nagy hibát nem tudsz elkövetni, és az IT-nél, a programozásnál ez a két dolog van, és nem csinálja senki. Tehát itt vagyunk a fejlesztői oldalon. A másik dolog az architektúra. Az architektúrában pedig az van, ez egy veszőparipám, úgyhogy lehet, hogy kicsit túl sokat fogok róla beszélni, hogy valamikor a 60-as vagy 70-es években ugye a TC-szek mellé a Rainbow sorozatban leírták a RedBookot. Abban benne van, hogy hogyan kell fölépíteni egy architektúrát úgy, hogy biztonságos legyen. Na azt azóta se olvasta el senki. Szóval csak azért mondom, hogy lássuk, hogy körülbelül itt tartunk most, és ehhez van az, emiatt van az, hogy mivel az informatikai rendszerünk olyanok, amilyenek, jönnek a vendorok, és eladnak nekünk egy dobozt, és azt fogják mondani erről a dobozról, hogy figyelj, ez meg fogja minden problémádat oldani. Ugye ez a doboz majd megvéd a DLP-től, vagy ez a doboz megvéd az APT-től. Ugye az APT definíció szerint, az Advanced Persistent Threat, az egy olyan csapat, aki rohadt sok erőforrással bír, és nagyon akarja az adatodat. Na most attól a mai világban senki az égvilágon nem fog megvédeni téged. Ez az egyik, és hogy a kérdésre is válaszoljak, komplexen kell kezelni. Tehát a teljes életcikluson keresztül, onnantól kezdve, hogy amikor elkezdték fejleszteni azt a cuccot, akkor már gondoljanak arra, hogy lehet, hogy valaminek ellen kéne állnia. egészen azon keresztül legyen, hogy amikor fölépítjük az informatikai rendszert, valamilyen architektúrában legyen, és amikor üzemeltetjük és használjuk, és ugye itt jön a humán faktor, akkor is nagyon fontos, hogy a megfelelő folyamatok mellett a megfelelő módszerekkel tegyük ezt, és a humán faktor igen nagy. Nem tudnék mondani most százalékot, hogy ez most 60% vagy 30, de elég nagy a humán faktor is. És bocs, hogy sokat beszéltem, csak ez a mániám. Sokat nem tudok hozzátenni, mert nincsenek csodák. Tehát attól, hogy adatszivárgás, az majdnem ugyanaz a kezelése, mint a betörésnek, vagy bármi másnak. Tehát nem jelentős a műszaki különbség a kettő között, és ugyanazt kell használni. Hogy mennyire segítenek minket az eszközök, és a többi, ahogy hallottuk. Ha nem használjuk őket, akkor hülyék vagyunk. Tehát, de hogyha mindent használunk, akkor is valószínűleg ez az történhet a rendszerünkben. Tehát aztól, hogy valakitől elloptak adatot, tényleg nem fogom azt mondani, hogy most ő teljesen lúzer, és azért lopták el az adatot. Nem tudom, hogy az Ashley Madisonnál milyen hibákat követtek el. Nyilván követtek el hibákat, de hogyha én nekem a modelleim, meg a programozásom azt hozza ki, hogy a végeredményképpen én milliárdokat ráköltöttem a rendszerre, és én úgy gondolom, hogy ebben a rendszerben nyugodtan tárolhatom cleartext a jelszavakat, akkor csak azért, hogy meglátom, hogy cleartextben van a jelszó, nem biztos, hogy annyira mérges leszek az adatoknak a gazdáira. Tehát, hogy ez megítélhetetlen kívülről is, hogy most akkor ők megtettek-e mindent, vagy nem tettek-e meg mindent. De általában az a baj, hogy ugye tehát termékekkel el lehetne érni ezt, mert nem csak termékekkel, eljárásokkal, meg és a többivel, és itt tartunk, meg ott tartunk, meg még az alatt tartunk valahol. Ez szokott a probléma lenni. Még egyszer csak pontosítok, biztos elmondtam már, de szerintem ez nagyon fontos. Termékekkel nem lehet elérni. Ha a termékeket egy megfelelő architektúrában használjuk, és a megfelelő üzemeltetési, felhasználási folyamatok megvannak, akkor nagyon sok mindent el lehet érni, még ezekkel a szarokkal is, amiket ránk sóznak. Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy a Sony Pictures a feltörése kapcsán kiderült például, hogy ők mondjuk a jelszavakat egy Passwords nevezetű folderben tárolták. Tehát így, de azt gondolom, hogy ő rájuk nem az volt a jellemző, amit mondtál, hogy körbe annak véve egy ilyen plutónium-titán ötvezetű fallal, és akkor belül már azt csinálnak, amit akarnak. Tehát ez részben oka volt, amit föltölték őket. Magánemberként marha egyszerű válaszom lesz, tehát így nekem fogalmam nincs, hogy ez micsoda, és azt tudom, hogy valami vírusírtót letöltöttem a gépre, ingyenest, mert az így könnyű volt, és az azt hiszem frissített egy ideig, aztán most nem tudom mi van. De azt hiszem, hogy van ilyen személyi tűzfalam, vagy mi. Tehát ez az átlagember, az nagyjából így áll hozzá. Azért, mindjárt odaadom, csak annyit tennék még hozzá, hogy azért azt hozzá kell tenni, és ezt biztos ti is látjátok, és ez egy kritika lesz magunk, mindenki felé, tehát magam felé és mindenki felé kritika lesz, hogy Magyarországon, amikor bekapcsoljátok a televíziót, vagy kinyitjátok az újságokat, akkor viszonylag ritkán látok benne, mondjuk vigyázzon az adataira, hogyan viselkedjen tudatosan, milyen telefonszámot hívjon föl, ha kibertámadás érte, ha zaklatják, ha nem tudom micsoda, illetve milyen típusú eszközt kellene vásárolnia, vegyen ön is ilyen vírusírtót, önnek a legnagyobb ellensége a kibertolvaj, védje meg magát, ha nem tudom mivel. Na, ilyenekből szinte egy darabot nem látok, lehet, hogy szakújságban egyszer-kétszer fölmerül egy ilyesmi, de ha kinyitja az ember a napi sajtót, nincsen benne, ha bekapcsolja a tévét, nincsen benne. Na, ezek után nem tudom, mit várunk. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen rendezvény, és idejött hozzám valaki a közönség közül, és megkérdezte azt, hogy miért nem tartunk itt a gyerekeknek oktatást arról, hogy hogyan tudnak biztonságosabban élni. És erre azt kellett mondanom, hogy azért, mert az átlag, ma Magyarországon az átlag B2B-ben dolgozó céget nem érdekli a B2C. Most őszintén, tehát engem nem foglalkozik velem. Mert igazából számára nem akkora érték, a tudatosság alacsony, én magánemberként nagyon keveset fogok elmenni és vásárolni mit tudom én. Magyarán a cégeket annyira nem érdekli, hogy majd a médiamágban, vagy nem tudom hol, hány darab vírusírtót fognak megvenni. Ez javul, ez a trend, de még mindig nagyon-nagyon-nagyon alacsony. És azt gondolom, hogy addig, amíg én kinyitom az újságot, és nagyon ritkán találkozom ilyennel, vagy a tévéből nem ömlik rám, amíg nincsen ilyen tematikájú műsorból, legalább 3 darab, addig nem is lehet azt várni, hogy én ezt a problémát felismerjem, és elmenjek, és áldozzak rá, és vegyek valamit, mert egyébként, amikor bemegyek a boltba, akkor még azt is megnézem, hogy mondjuk most ez nátszukor és német, na inkább megveszem a gazdaságos verziót, mert most nincs annyi pénzemben a hónapban. Ugyanez az ember nem fog berohanni most itt azonnal, egy másodperc múlva nem tudom hova, a Best Buy-ba, és nem fog azonnal venni ott magának 8 darab vírusírtót, mert ugye az egész családba kéne. Ma de jutunk oda is, hogy a teleshopban fognak víruskeresőt árulni. Talán. Na és azt akartam mondani, hogy amit te elmondtál arról, hogy az átlagember mennyit tud az informatikai biztonságról, szerintem ezt Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a felső vezetők, sőt az informatikai vezetőknek egy jó része és körülbelül pontosan ennyit tud róla, és sajnos vannak olyanok, akiknek annyira szükség is, hogy megkérdezzenek olyat, aki ért hozzá. Csak hogy gonoszkodjak egy kicsit, itt, ugye volt ez a megjegyzés, hogy megfelelő architektúra, és mert rég kitalálták a biztonsági architektúrákat. Egy ilyen gondolatkísérlettel próbálnék rávilágítani, hogy oké, hogy valami létezik, de az a praktikus használata az 1000 millió sebből tud vérezni, és az egy kicsit másik területen mutatnám be. Tehát tegyük fel, otthon van egy riasztom. És ugye van a család, vannak gyerekek, nagymama is néha átjön, és nekik definiálok egy-egy kódot, hogy azzal tudnak bejönni. De tegyük fel, hogy az én riasztom jobb, mint ez a tipikus átlag, nagyon egyszerű riasztom, mert én határozottan meg akarom védeni magam akkor is, hogyha nagymama kódját ellopják és a többi. És ezért be lehet állítani, vagyis be is akarom állítani, hogy a nagymama nem jöhet be este 11 után, mert ez tök életszerűtlen, hogy ő éjszaka átjön és bemegy a lakásunkba. Ezen kívül kedden és csütörtökön szokott jönni segíteni a takarításban, akkor nyugodtan bejöhet. De mondjuk a gyerekeket haza szokta hozni délután, akkor csak akkor jöhet be, a gyerek is lehúzza a kártyáját a lehúzhatóval, viszont gyerek nélkül miért jönne vissza? Ráadásul kétszer egymás után nem jöhet be 10 percen belül. A hálószobánkban nem mehet be, tehát az az érzékelő, az természetesen, mert ugye oda miért menne be, ott nem kell se rendet rakni, se semmi, mégis csak a széfhez ne nyúljon, és a többi. Tehát ki az, aki beállítaná ezt a rendszert úgy, hogy a végén ne az legyen otthonában, hogy a nagymamának is adtunk kódot, és be tud jönni. Tehát, hogy egyszerűen tehát, hogy mi azért tényleg más fejjel gondolkodunk, és a világ nem biztos, hogy alkalmas rá, hogy hozzáformáljuk a mi fantasztikus ötleteinkhez néha. Meg az egész ugye csak attól függ, hogy édesanyádról beszélsz, vagy anyósodról. Nem, azért én is keresztül mentem egyfajta személyiségfejlődésen. Tehát ugye, amiről most beszélünk, az igazából a kockázatmenedzsment része a dolognak, amit már itt szerintem többen is emlegettünk. Arról van szó, hogy be kell állítani azt a szintet, ami ellen még védekezünk, meg ami ellen nem, mert ugye a biztonságot ezt mindig lehet a használhatatlanságig fokozni. De ez a kockázatmenedzsment része. De attól még azok az alaparchitektúrás elgondolások, amik benne vannak a RedBookban, azok a mai napig érvényesek. Az egy másik dolog, hogy nyilván tudnod kell azt, hogy mit tudom én, egy bellapadul a modellt, azt hogy fogsz átrajzolni Clark Vizonba úgy, hogy egyáltalán használható legyen. Most elnézést, hogy nagyon szakmázok, de ezt csak itt tudom elmagyarázni. Még egy utolsó gyors kör, hát de itt vagyunk Magyarországon. De annyi reakciót még, hogyha már bellapadol meg és a többi, hogy azért most, hogyha valaki kinyitja a androidos telefonját és rámegy a készülék névjegyére, akkor lehet, hogy azt fogja látni ott, hogy SELinux és Enabled, vagy Enforcing, bocsánat. És az emberek többsége nem tudja, hogy ilyen rendszert használunk már adott esetben éles körülmények között úgy, hogy a user nem tudja, hogy valójában ő valami fajta kiterjesztett biztonságban van egy átlagos rendszerhez képest, pedig de, és sikerült valahogy megcsinálni, de ahhoz speciális konstellációk kellettek, hogy ez valahogy át tudjon menni. Szóval vegyétek vissza létsző a sapkátokat, de hát is az, Magyarország ez egy kicsi, szegény, jelentéktelen középkeletői ország, jelentéktelen kisebb cégekkel, meg egyébként szegény állampolgárokkal. Hát minket úgyse érint ez az egész. Vagy de? Azért, mert én nagyon gyors leszek, így igazad van. Tehát így van, tehát ennyi. Minket ez nem érint, tőlünk úgyse fognak adatot lopni. Meg nekem nincs semmi adatom, amit ellopnának. Ennyi. Ez az átlaghozzálás. És azt akartam, hogy ja, akkor jó van, akkor menjünk, sziasztok. Hát nekünk még már minden adat megvan Magyarországról, szóval nem kell ettől tartani, de kicsit komolyanra fordítva a szót, de nem túl komolyan. Ugye a célzott támadások során, amiket vizsgáltunk, is azt láttuk, hogy noha a célpont valamilyen szempontból, tehát a végcél az fontos és egy nagyon fontos támadás lehet, de ahhoz az eszköz, az ugrópont, az lehet egy kevésbé fontos helyen is. Tehát a supply chain típusú a támadások. Hogyha mi nem tudjuk megvédeni a magyar kormányzati adatokat, akkor az egyenlő azzal, hogy nem tudjuk megvédeni az Európai Unió kormányzati adatait. És ha valaki el akarja lopni az Európai Unió kormányzati adatait, akkor abba az országba fog betörni, ami a legkevésbé tudja megvédeni saját magát, pont. És akkor innentől kezdve viszont mindenkinek hát egyenszilátságúnak is kéne lenni, meg mindent kéne csinálni, tudjuk, nem elérhetőek ezek a dolgok, de attól, hogy mi kis Magyarország vagyunk, ez a probléma még ott van mögöttünk. Csak egy reakció azokra, amit mondtatok. Tehát Én azt gondolom, pláne amit említettetek a vezetők, meg az ő felkészültségükről, meg gondolkodásmódjukról, én azt gondolom, hogy az a fajta digitális kompetencia, illetve azzal kapcsolatban a biztonságtudatosság, ami ma hiányzik úgy az állampolgárokból, és egyébként gyakran hiányzik a felső vezetésből is, és sajnos a politikusokból is, már bocs, hogy így adresszáltalak titeket, hogy... Igen, mindegy, vagy együtt visznek el minket. Szóval, hogy szerintem ez a dolog, ami hiányzik belőlük, ez nagyon gyakran az alapvető hiány, az alapvető probléma. Mert ugye ebből indul ki, ez a mindset, hogy ha ez nincs megfelelően beállítva, akkor ezért nincsen rá költség, vetés, vagy ezért nincsen rá keret, ezért nem tűnik olyan fontosnak, vagy ennek valami kombinációja. Tehát azt gondolom, hogy a dolog azért valahol onnan indul ki, hogy a magánembernek az életében gyakran élik ilyen impulzusok, egyébként ezt tapasztalom a munka során is, vagy a munkám során is, hogy gyakran éri olyan impulzus az illetőt, hogy ellopják az adatát, vagy letöltötték a valamiét, vagy a kislányának, vagy a kisfiának a Facebook accountját feltörték, akkor másnap, csak másnap, tehát harmadnap már nem, de másnap bemegy a board meetingre, és megkérdezi, hogy egyébként nálunk a jelszavakkal így minden rendben van-e. De ez a dolog, ez nagyon illékony. Tehát ez ott abban a pillanatban ott van, akkor meg lehet fogni, de hogyha ott valaki azt mondja neki, hogy igen, rendben van, mert tároljuk, biztonságosan tároljuk, akkor ez így, ezen túl is léptünk. Csak annyit, hogy hát igen, valójában egy ilyen tréninget lehetne tartani mindenkinek. Azt szoktam mondani, hogy anélkül nem szabadna polgármestert kinevezni, hogy a SimCity-ben nem tud egy várost elnavigálni. Mert ugye ténylegesen, tehát, hogy ez olyan rendszer, hogy látod, hogy folyamatosan emeled az adókat, akkor elköltöznek a népek, meg mit szóval, hogy tényleg leprodukálja dolgokat, és biztos vagyok benne, hogy nem tudnának elnavigálni a legkisebb város sem. Ugyanilyen módon meg lehetne azt is követelni, hogy igen, egy ilyen adatszivárgást éljenek át. Tehát a tréning része az, hogy másnap behívják őket. Hát uram, hát ellopták az adataikat. Milyen adataikat? Nem tudta, hogy van egy ilyen rendszere? Hát nem, volt, tényleg, szerverről. Milyen szerver? És azt hoztolták az adat. Milyen komplexumban? Hol? Micsoda? Ez egy nagyon jó ötlet volt, akkor holnap el is megyek a országgyűlési képviselőmhöz, aki egyébként tagja az Alkotmányozási Bizottságnak, és javaslom, hogy akkor a választási törvényt szerint módosítsák majd a SimCity használat kötelező legyen önkormányzati polgármesterületeknek. Viszont maradt még egy pár perc, és én szeretném átadni a kérdések jogát a nézőknek, hogyha valakinek van kérdés, úgyhogy átadnám a mikrofont Kálmánnak. Az a jó, hogy Artúra túszunk, tehát addig nem tud sorsolást tartani, amíg innen ki ne engedjük. Egy kiegészítése még lenne. Nemrégiben Kustos Petra csatlakozott hozzánk, aki egész jó jogi írásokat ír. Én azt gondolom, hogy amit idáig írt, egyébként egy cikkről beszélünk, az nagyon jó lett, és remélem, hogy lesz folytatás, illetve mindenki szívesen fogadja. Jöjjenek akkor a kérdések. Van-e valakinek kérdése a beszélgető partnerekhez? Egy viszonylag provokatív kérdés. Tegyük fel, hogy valaki kifejleszt egy szupereszközt, és megoldja az összes problémát, amiről most beszéltünk. Kinek lenne ez jó? Hát mindenki másnak, mint mi. Mi munkanélküliek lennénk, mindenki más pedig boldogan élne, amíg meg nem halna. Olyan szempontból, bocs, én is gyorsan reagálok egyet a kérdésre, de ez a dolog ez egyre közelebb jön hozzánk. De nem olyan formában, hogy megvalósul a szuper cucc, ami majd megold mindent, hanem úgy, hogy ugye ezekben az eszközökben, amikről most beszélünk, amik megpróbálnak minket megvédeni, ezekbe egyre több ilyen mesterséges intelligencia-szerű dolog kerül bele. Nekem az az érzésem, hogy ennek a vége az lesz, hogy mi kedélyesen el fogunk erről beszélgetni, miközben, már majdnem most is ez van, a szoftvereink egymással fognak csatázni. Az a kérdés, hogy ebből a végén majd kijön ki vesztesen. Nekem erről van egy ilyen meglehetősen darkos elképzelésem, de azt most nem fejteném ki. És köze van ahhoz a filmhez, aminek több része is volt, és sok ilyen fém ember mozgott benne. De annyit azért mondanék neked, hogy ez egy olyan probléma, ami miatt már reggel is említettem, ugye az Elon Musk, a Stephen Hawking, a Noam Chomsky, meg még 1000 ember írt egy levelet, és azt mondták, hogy a mesterséges intelligenciával valamit kezdeni kell, mert ez így nem lesz jó. Utolsó kérdés. Csizi. Csak azért majd szeretnék legközelebb is jönni, és nagyon feszít az idő. Szia. Az lenne a kérdésem, hogy hogy lehetne azt elérni, hogyha ilyen szolgáltatók hibáznak, például mondjuk cleartextbe tartják a jelszavakat, vagy pedig mondjuk a fappening esetnél ugye az volt, hogy az iCloud-nál nem volt ilyen határ, hogy 5-ször lehet próbálkozni a jelszóval. Ők azt mondták, hogy nem tehetnek semmiről, aztán utána ide is bekerült ez a brute force védelem, tehát hibáztak azért annak ellenére, hogy nem ismerték el, hogy lehetne őket rábírni, hogy ezeknek a hibáknak tényleg következménye legyen, vagy felelősség legyen. Most egy gyors reakció, egy kicsit ezt megelőző kérdésre, vagy kérdésként, hogy szerintem az már egy nagy lépés lenne, hogyha az incidensekről a bejelentéseket, azokat így elkezdenénk rendesen kezelni. Erről mondjuk a törvények azok végigmennének, mondjuk nem csak a telkóban lenne, hanem más területen is lenne már ilyen, mert a pénzintézeteknél van valami, de az nem az igazi még. Mert Amerikában is azért tudjuk, hogy hova törtek be, mert ott van ilyen törvény, és ezért nyilvánosságra kell hozni egy csomó dolgot. Nálunk meg nem kell nyilvánosságra hozni, ergo lehet azt mondani, hogy jó, hát ez nem is történt meg nem is volt akkora a baj, meg hirtelen nem is tudjuk, hogy mi történt. Tehát azt gondolom, hogy az első lépés ez lenne. Szerintem ez már magában sok mindent kikényszerítene. Lehet, hogy nem kellene egy csomó dolgot szankcionálni, hogyha a közvélemény maga véleményt mondana például egy szolgáltatásról, vagy egy gyártóról, vagy valakiről, aki nem kezelte meg fel az adatokat. Én azt gondolom, hogy azért valami történt, mert ott van az az eltörvény, azt szerintem egész jó, nyilván ugye mindenkinek ki kéne terjednie. A konkrét kérdésre a konkrét válasz pedig az, hogy fogod magad, bemész az országgyűlési képviselőthöz, és azt mondod neki, hogy ilyen meg ilyen törvényt legyen szíves hozzon meg, majd biztos meghozza. Hát az én válaszom az, hogy ez politikai rendszertől is függ, tehát hogyha most azt gondoljuk, hogy mi egy kapitalista rendszerhez tartozunk, akkor pénzzel kell megoldani a dolgot. Tehát fizessen büntetést, aki ellopta az adatokat, és fizesse ki a kárt. Ha azt gondoljuk, hogy az Észak-Korea szimpatikusabb, akkor pedig egyszerűen nyissza a fejének, és akkor megoldódott a dolog. Tehát ez rendszer kérdése, de ez irányba viszel. Hogyha az előbbit választjuk, tehát hogy a pénzügyi rendszerben gondolkozunk, akkor viszont ez elvisz egy abba a gondolkodásba, ami egy kicsit távolabb vezet, de megosztatja a jövőt, tehát hogyha valaki kárt okoz, és ezt ki kell fizesse, akkor nyilván nem szeretne kárt okozni, ezért jobb rendszert csinál, de ugye akkor se tudja kivédeni ezt, és ott áll a feje fölött a pallos valamilyen szinten akkor is, hogy most akkor mennyit kell neki fizetni, ezért köt egy biztosítást. Miért nem lehet erre biztosítást kötni, amelyik, hogyha mégis ilyen kár történne, akkor fizet helyette. A biztosító meg megköveteli, hogy olyan legyen a termék és a rendszer mögötte, valamilyen módon garantálva, hogy a biztonsága megfelelő legyen, hogy kicsi legyen a kockázata, és a biztosító ezt tudja vállalni azért az összegért, amit ő fizet. Tehát ez az egész dolog, ez ugye végül is lejátszódott az autókkal, meg a nem tudom én milyen biztonsági kockázatoknak a kezelésével, csak ez a számítógépes világban még nem ültetődött át, és nem is olyan triviális, mert sokkal könnyebb biztosítási csalást csinálni, sokkal nehezebb garantálni azt, hogy mi egy rendszernek a biztonsági szintje, és a többi, és a többi. Tehát vannak benne kihívások, de ha a kapitalista rendszerben gondolkodunk, akkor ez ide vezet előbb-utóbb, csak időkérdése. Köszönjük szépen, köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm szépen a figyelmet és vendégeinknek a részvételt, egyben az ITBN-nek a lehetőséget, hogy itt lehettünk. Ez volt tehát a MySectalk folytatása októberben, úgyhogy ha tetszett, akkor jöjjenek el majd az ITBN-en kívül rendezvényre is, és remélem, hogy tetszett. Most pedig köszönjük szépen, és most pedig 16:30 sorsolás itt lenne a 300-as teremben.